Sátánizmusról! Szia mindenkinek! Örülök, hogy újra itt vagytok a csatornámon. A mai videóban a sátánizmusról fogok beszélni, ami egy olyan vallási és filozófiai irányzat, amely sokak számára rejtélyes és misztikus lehet, tehát kezdjük az alapokkal és fedezzük fel a sátánizmus lényegét. A sátánizmus két fő irányzatra osztható, az ateista sátánizmusra és az okkult sátánizmusra. Először nézzük az ateista sátánizmust, amelyben a sátán arhetípusát egy szimbolikus alaknak tekintik, és nem valós entitásként. A sátánisták általában az emberi én, az individualizmus, az önmegvalósítás és a szabadság iránti vágyat hangsúlyozzák. Számos sátánista csoport és szervezet az önmagáért élni, az önuralom és az új utak keresése érdekében osztozik ezekben az elvekben. A másikág ág a okkult sátánizmus, amely gyakran ezoterikus és misztikus aspektusokat tartalmaz, az okkult sátánizmusban a sátáni alakot, szimbólumot és erőt valósának tekintik. Ez a hagyománykör a misztikus és vódó rituálékra, a mágikus gyakorlatokra és az ördögi entitásokhoz való kapcsolatokra koncentrál. Az okkult sátánizmus alapjaként gyakran Anton Lavei és az 1960 es években alapított egyház szatánának művei szolgálnak. Fontos megérteni, hogy a sátánizmus sok színűségével és az egyéni hitvallások sokféleségével rendelkezik. Remélem, hogy ez a videó segített jobban megérteni a sátánizmus alapjait és lényegét, kérlek. Ha bármilyen kérdésed vagy véleményed van, írd meg nekünk a kommentekben. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban. Dr. Express, a legszélesebb választékkal rendelkező csatorna. Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!